A derbin az Újpest egy 4-5-1-es védekezés választott, ahol a pálya középső részén 3-3-ba voltak a három Ferencváros középpályással szemben, viszont hogy nagyobb nyomást helyezzenek a Ferencvárosra, váltottak a második félidőben egy 4-4-2-re, és Tajti gyakran kilépett előre. Ez azt eredményezte, hogy nagyobb nyomás volt a Ferencváros belső védein, de gyakran Makleckis üresen tudott maradni, így amikor őt esetleg meg tudták találni, akkor a vonalak között beléphetett előre óriási területen és felvezetette az ellenfél védelmére a labdát, és akár a pálya szélső részén a második félidőben kombinálni is tudott. A második gólt megelőző szöglet pontosan egy ilyen kombináció után született. Ha kíváncsi vagy a derbi teljes elemzésére, keresd ezt a videót.